Na, hellóztok! Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Loshan vagyok. És szerintem más egy kis főzős videó! Főzős videó, nem kell kiabálnom, tudom. Ez teljesen nem mondhatnám főzős videónak, mert már nem fogunk főzni. Fókuszkörjérek, köszönöm szépen, S8. Hanem már a pizzát fogunk csinálni. Úgy fogjuk megcsinálni a pizzát, hogy ugye megvan már a pizza. Barátom kiválasztották, hogy miért tegyek. És azt fogjuk most behinteni. Behinteni. Rátenni a tárgyak. Tárgyakat, jó van, Norbi! Légyésznél. Feltételeket. Van kint az asztalon uborka, paprika, hagyma, illetve sajt. Ma ugye szalámi. Na de, most jön a kerék. Kerék. A lépés, következő lépés. Nem csak pizzát fogunk csinálni. Egyébként ezt a videót a Coca-Cola szponzoráltam, amikor a Coca-Cola-s bögréből iszok a Coca-Colát. De nem csak pizzát fogunk csinálni, hanem... Köszönöm. Hamburgert, de nem egyet. Nem kettőt, hogy ugye jól lakjak. Kezdjünk is vele. Először is. Tehát a pizzával kezdjük, mert az kicsit sokáig fog tartani. Úgyhogy, lássunk neki. Na, helyszínt váltottunk. Pizza. Ez egy amerikánó, sajtos, illetve gombás. Megvan benne szalámi darabok is. De maradunk a jó bevált szalámínál. Igen, ez az a szalámi, amit tegnap használtam a ne fújjál már, bazd meg! Amit tegnap használtam a tojáshoz. Vagy itt erős paprika, vagy egy kicsomagolatlan uborka, meg hagyma. Ja, meg persze a sajt. Egy pillanat. Jó pizza készítéshez szól a Pirouette Live. Úgy bizony, de. Na, akkor bontsuk ki szépen. Kéne egy kis... Innen nem megy tovább, bassza meg. Kurva hálát, bassza, gyámi. De vastag a tésztája neki -e? Vagy ez kettő? Nem, ez vastag a tészta. Ohó, hát srácok. Tudom, hogy kicsibe kéne dolgoznom előírás konyhásoknak. De vastag, mi ez? Nézzetek, hogy mekkora itt az egész. Aztán el is teszem ide egyből a... Na, először mit tegyünk rá? Nyilván nem. Nyilván szalámit nem. Mielőtt hogy vagytok? Mit csináltok? Ilyes vagyok. Ugye, azban a szabály van, hogy amennyit jónak kívánsz, annyit vágsz. Na, az 1, 2, 2 és fél, 3, 4, 5, 5 és fél szelet. Ez nekem nem elég. Úgy vágjon még. Au, majdnem elvettem az ujjamat, hogy rohadjon meg ez az éles kis.
van a szabály, hogy kés, gyerek kezében nem vagyok. De én nem vagyok gyerek. Én már egy érett felnőtt vagyok, gyerek észre. És még mindig van. Ugye láthattátok tegnapi tojásba, hogy jó vastag volt és jó sok volt belőle. Aha, már majdnem elfogyott. De szóval, így, két, há. Vastag. Négy, ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences, akkor még egyet megenni a tíz. Tíz. Na, kérem szépen. Ez se lesz most annyira vegetatív. Na, ezzel a szalámival kész is vagyunk, mert ez vissza a hűtőbe. Hűtőbe mondom. Köszönöm. Aki csak itt van, Kitty. Direkt nem akar beköszönni, pedig már volt live-val. Nem akar beköszönni, mert vagy egy pasi, mert tudja. Itt van. Bocsánat a hangért, csak ezt vagy így lehet válni. És pepperonire. Így bizony, de... Fókusz! Azt adjál meg, úgy szeretlek, köszönöm! Hú-hú! Majd elsőbb az ugyanom. És hozzáértem. Ez dupla sajtos lesz. Dupla sajtos pizza. Az a legjobb. Na. Paprikus álma szóval. Jött a sajti majti. Na, dodálja, gyere be. Számol live. Kuraszorús krőt, mert egész végig laggolt a szerver. Gyere már föl, apád tökét! Anyád segít. Ugye? Hogyan is kell? Egy jó nagy marékkal. Igen, láthatjátok, fagytam. Ez a papi kedvéért. Ez a mami kedvéért. Ezt, meg ezt, majd a végére. Tehát megpucolom a cuclit. Egy jelenkezek, hogy megvan. Na, itt is legyünk a hagymával. Ezt nem fogom rászeletelni, ezt majd a végén fogom. Na bár... Nem is tudom, hogy lenne a jó. Szabadjátok meg, hogy ti hogy szeretitek a pizzát. Hogy először ráteszitek a hagymát, és úgy teszitek be a sütőbe, vagy utána, hogy ahogy készen van, és úgy teszitek rá a hagymát. Várom a válaszotokat kommentbe. Minden jó van vele? Minden jó van vele. Na, akkor ez a pizza, mehet a sütőbe. És... 250 fok. Ja, 250. Nem tudom, hogy láthatjátok. 250 fok.
halljátok? És egy új. Negyed óra. Na, jöhet a hamburger. És még mindig megy a piruett live. Na, enneki a hambinak. Ez egy klasszikus hamburger. Német jelzés rajta van. Azt mondja, hogy Produkt Inkl Verpackung, utána tegyük be a mikróba 600 wattra, várunk 90 szeket, és leká. Fasza lesz. Jó. De először kéne szedni. Körbe. Anyád. Na. Ilyet beváltam a hamburger fogácsába. Átjad már! Mi a... Azt mondjuk klasszikus. Nagy összeg a piruék. Buci, sajt, gurka. Minden van itten, kérem szépen. Na de, ugye így van, ugye kijött már a... Hú, bazd meg. Átrázódott. Ugye, először így megy be az izéba. A mikróba. Ugye jönnek rá a feltételek. Második hambi. Kurvány. Ez nem már? Igen, kicsit átadott az is. Második. Nagyon el van fordítva. Ebben nem gurka van, ebben hagyma van. Jó, az egyik berakunk a hagymát, a másikban rakjuk a zuborkát, meg a paprikát. Na, akkor 9 másodpercből visszatérek. Na, itt is vagyunk, kérem szépen, lássam, mind a kettőt megmelegítettük. Amelyiken van hagyma, arra nem rakunk hagymát. Amelyeken van uborka, nem rakunk el uborkát. Úgyhogy vágjunk bele. Egyetek, vágjunk bele. Szép volt lassan. Még egy. Édi, még egy karikát vágtunk a biztonság kedvéért. Közben itt van. Pizza még sül, szóval... Szóval később. Így. És akkor... Így. Tudj. Forró. De nem rossz. Kurva erős paprika. Olyan erős, mint a papaféle. Csak ez már... Nem, ez ruszki. Ruszki paprika. Paprika ez ruszki.
Szokám egy paprika. Így bizony, de. És akkor szét ne essen. Forró. Egy hambi. Kész is van. Jó, hogy fejed hozzá. Jöhet a második. Ugye? Nem, már itt lelapul. Semmi probléma. Már hideg, de nem baj. Aztán most ide rakom most. Erre viszont rakunk. Nézzük. Ekkora legyen, vagy ekkora. Legyen ekkora. Lába ruins. Ott vannak a sapiróik. Ja, látom a lába. Ez a... Ez egy... Nem jó. Fúj. Dorito. Azért vágtam ekkorát, hogy ugye külön is tudja menni. Várjuk meg a pizzát, mert szerintem csipogott. Időközött kész lett a pincánk. Nice, ha? Nice. Ezt ki fogom vinni oda, meg jönnek rá még a feltételek. Na! Folytassuk a vágást. Elégettem a barkát. Hát ide. Pirul, azért hallom, hogy mit beszélsz. De megsugom. Na ugye, be van nyomlanak, csak ugye le van mútóba. Ezt így. Szerintem megint szépen mellé. Így mi? Egyébként Piru a szobámból hallak téged, én kint vagyok az előszobába, szóval. Ja. Forró? Forró. Eléggé forró is, bazd meg. Szerintem ez is kész. Így szépen rá. Poppiszkálva, az nem maradtak ki. És így. Kész is van. A menü. Hogy eldöntöttem, hogy arra nem rakok hagymát pizzára. Most hát már elrontaná. Jó dolgozó, jó videózás közben szól a pirulját. Na, ez lett volna a mai kis videócska, aki ott volt a mai Pixel Online-on, az ugye tudja, hogy mi lesz holnap. Meg aki nem, annak elmondom, hogy semmi. Lehet, hogy live lesz, de videó nem várható holnap. Tetszett? Dobj egy like-ot! Ne felejts a feliratkozni a YouTube csatornámra, illetve Twitch-re. www.twitch.tv/losongaming. Mert ahogy a tegnap is elmondtam, tegnap éjjel is volt ott egy live, hiába tettem közzé a videóba szereplő embereket. Ugye szoktam ott játszani Pirouette-tel, Banderasszal, Michael, meg Papival. Én tegnap mondom Sevande, de Sevande-val annyira nem inkluba. De meg jobban Pirouette-val szoktam ott lenni. Meg ugye YouTube-on is iratkozz fel, hogyha tetszett ez a videó, lájkold be, és ne felejtsétek el, hogy nem sokára menjek dolgozni, így
Nem lesznek annyira sok videó, se évadás. Na jó van. Lassanisták, legyetek jók. Adios, amigos. Lassanisták. Hey yo, sziasztok!